Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én vagyok a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Rákóczi falváról érkeztem. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, de mára már a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokba a 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma itt a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Azért vagytok itt, nem? De nem vagytok elégedettek. De az egy dolog, hogy az ember nem elégedett azzal a világgal, amiben él. Kérdés az, hogy az ember mit tesz, hogy egy jobb világ legyen. És sokan azt gondolják, hogy olyannal lehet a világért tenni, amivel, mit tudom én, mondjuk próbálnak megmenteni állatokat, vagy növényeket. De hát gondoljuk végig azt, hogy hány olyan ember van a Földön, aki nem gonosz, de a tudatlanságából kifolyólag csinál olyan tetteket, amit nem kellene csinálni. Mert azzal mondjuk ártalmára van a környezetének, vagy ártalmára van a bolygónknak, vagy ártalmára van az embereknek, stb. Stb. Mert a bolygón jelenleg nem az a legnagyobb probléma, hogy sok a rossz ember. Az emberek alapvetően nem rosszak, és a legtöbb ember, az emberek túlnyomó többsége az nem rossz, nem gonosz. És mégis ugye azt látjuk, hogy mintha azok lennének többségben, pedig ez nem igaz. Mert itt az a legnagyobb probléma ezen a bolygón, hogy a jó emberek tudatlanságukból kifolyólag nem jót tesznek, hanem rosszat. Csak gondoljunk egy dologra, mondjuk az ismeretségi körödben. Vajon találsz olyan embereket, akik csak azért vásárolnak valamit, mert divat? Csak azért vásárolnak valamit, hogy egyel több olyan dolguk legyen?
vagy azért vásárolnak valamit, mert mondjuk tudom én, már le akarja cserélni? Semmi baja egyébként, csak le akarja cserélni. Tehát annak a dolognak semmi baja. Na most, ha végig gondoljuk azzal, hogy itt a fehér ember, ugye hol élnek zömében a fehér emberek? Európában és Észak-Amerikában. Európában él a legtöbb fehér ember, utána Észak-Amerika következik. De a fehér emberek jóval több, mint a fele energiát fogyasztják el a Földön, mint az összes többi nép. És körülbelül a fehér ember a Földön az nincs másfél milliárd. 1,2 körül van, 1,3 valahogy így. És ugye a 8 milliárdos bolygón megnézzük, akkor van még 6,5 milliárd legalább más ember, amelyik nem fehér. És az, ez a 6,5 milliárd ember nem fogyaszt el annyi energiát, mint ez a másfél milliárd. Tehát most minden téren értsd az energiát, tehát nem csak úgy, hogy szó szerint energiát, hanem úgy értsd, hogy ruhát, cipőt, autót, műszaki dolgokat, telefont, stb. Stb. Élelmiszert. Tehát a fehér ember például a egyetlen más nép vagy faj, mert ugye a fehér az egy faj, egyetlen más faj sem dob ki annyi élelmiszert, mint mondjuk a fehér ember. Tehát mondhatjuk azt, hogy a legtöbb tékozlást ezen a bolygón jelenleg a fehér ember csinálja. Na most pedig azok, akik csinálják ezt, azok nem gonosz emberek, nem rossz emberek, érted? Hanem mondhatjuk azt, hogy tudatlan emberek. Tudatlan emberek. És ugye hagyják, hogy megmaradjanak tudatlanságba, tehát hagyják magukkal kapcsolatban, hogy megmaradjanak tudatlanságba. Hiszen van egy ilyen mondás, amit valószínűleg a bolygón a fehér emberek közül nagyon sokan, illetve máshonnan is magukévá tették: boldog tudatlanság. Oké? Tehát azt gondolják, hogy az a boldogság, mert van ez a mondat, hogy boldog tudatlanság. Közben nekem volt rá lehetőségem, meg van is rá lehetőségem, hogy összehasonlítsam azt az életemet, amikor tudatlanul éltem, mint minden átlagember, mondjuk azon a szinten. És tehát mondhatjuk azt, hogy átlagos tudatlanságom volt. Mit jelent az átlagos tudatlanság? Hogy nem ért ahhoz, hogy hogyan működik az élet, nem ért ahhoz, hogy hogyan működik az ember. Ez az átlagos tudatlanság. Mondhatjuk azt, hogy némi nemű fogalma néhány embernek van, de ugye a többség az nem ért hozzá. Főleg ugye a fejlett társadalomban, maradjunk megint a fehér embernél, hiszen a fehér ember társadalmában van például a legtöbb tékozlás, mint elmondtam, de a legtöbb válás is. Tehát a legtöbb válás is, tehát arányaiban a legtöbb válás, sőt, állítanám, hogy ugyanolyan eredményt kapnánk, hogy a fehér embernél, a fehér ember társadalmában több a válás, mint az összes egyéb nép összességében. Tehát az összes egyéb faj összességében. Tehát vannak olyan fajok, ahol gyakorlatilag
még mindig nincs válás, érted? Tehát van lehetőség a válásra, csak nem válnak el. Tehát hogyha az ember, maga a fehér ember, ha beszéljünk a fehér emberről tovább, ha a fehér ember tudna bánni mondjuk egy másik emberrel, tehát az azt jelenti, hogy ugye két dolog, hogyan bánjunk az emberrel és hogyan bánjunk az élettel, tehát emberi bánásmód és az élettel kapcsolatos bánásmód, és az a bizonyíték, hogy az a fehér ember nem tud bánni az emberekkel, mert gyakorlatilag többen válnak már el, mint ahányan nem. Tehát azért viszonylag még jó az arány, például itt hazánkban a válások tekintetében, mert az idősebb korosztályban sokkal kisebb arányban válnak el az emberek, mint a fiatalabb korosztályban. Nem minthogyha az idősebb korosztály jobban bánna az ellenkező nemmel, nem ezért, hanem még az idősebb korosztálynál nem volt divat a válás, érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy most már divat a válás. Mit jelent az, hogy divat a válás? Hát a fogyasztói társadalomnak van egy mottója: ha valami elromlott, cseréld ki, dob ki, cseréld le. Oké? Dob ki, cseréld le. Ez a fogyasztói társadalom mottója. Tehát nem megjavítod, hanem kidobod. És ezt annyira elsajátították a jó emberek, hogy ugyanígy vannak a párjukkal kapcsolatban is. Ha elromlik a párkapcsolat, nem megjavítják, hanem kidobják, lecserélik a párjukat. Érted? Tehát ha azt gondolja az ember, hogy az a legnagyobb baj, hogy sok a rossz ember itt a bolygón, akkor óriási tévedésben van. Hogy azért működik így a világunk, mert sok a rossz ember, nem. Azért, mert a jó emberek rosszul teszik a dolgukat. Érted? Tehát egyszerűen el sikerült érni a fehér embereknél, hogy a legtöbb az ne gondolkozzon, hanem várja azt, hogy gondolkozzanak helyette. Tehát a helyette gondolkodás az azt jelenti, hogy nem a te érdekedben történik. Ha helyetted gondolkodik valaki, az a saját ő érdekében történik, nem a tiédben. Tehát egy olyan világban élünk, ahol nagyon nagy a tudatlanság. Nézzük meg, milyen területeken, jó? Nagy a tudatlanság. Itt van 10 terület. Tehát ott kezdődik a dolog, hogy az emberek túlnyomó többsége, maradjunk a fehér embernél, ugye azt ismerjük elsősorban, egyáltalán nem tud önmagával bánni. Miben nyilvánul meg, hogy egy ember nem tud önmagával bánni? Hát kifelé úgy nyilvánul meg, hogy kommunikálsz vele, tehát ez egy tanítás is, amit most mondok, jó? Tehát kommunikálsz vele, beszélgetsz egy emberrel, és a beszélgetéséből
milyen arányban jelenik meg a beszélgetésében, milyen arányban jelenik meg a negatív gondolat. Érted? A negatív gondolat. Mert a negatív gondolat, gondolatok, mondatok, kifejezések, szövegek tükrözik az ő gondolkodását. És a negatív gondolatok kifejezése mutatja, hogy az illetőnek milyen jövőképe van. Oké? Tehát a negatív gondolatok mutatják a jövőképet. És a negatív jövőkép az minden bizonnyal mutatja azt is, hogy az illetőnek nincs önbecsülése, önértékelése, önbizalma. Miért? Mert a saját jövőnket mindenki saját maga a saját jövőjét saját maga hozza létre. Tehát, ha van valakinek pozitív jövőképe, akkor ő hisz magában annyira, hogy el tudja képzelni, hogy ő létre tudja hozni a saját pozitív jövőjét. Világos ez? Tehát ennyire egyszerű a dolog. Tehát az a személy, aki tehát pozitívan gondolkodik és pozitív kommunikációt folytat, annak van pozitív jövőképe, mert hiszi magáról azt, hogy ő képes megteremteni a pozitív jövőt. Ha saját magáról van szó, akkor saját magának, ha családjáról van szó, családjának. De ne keverjük össze a családot, mert mint fogalmat azt is összekeverik az emberek. Család az, akivel együtt élsz. Oké? Akivel nem élsz együtt, az már kirepül család. Oké? Illetve kirepül családtag. Oké? Tehát ő már nem családtag. Ő közvetlen hozzátartozó, de nem családtag. Tehát a gyereket, ha kirepült, ha a szülőddel nem élsz együtt, az nem családtag, az közvetlen hozzátartozó. Világos ez? A család az, akivel együtt élsz. Tehát azoknak tudod az életét befolyásolni, akikkel együtt élsz. Ha szülőttől eljöttél, kész, már nem tudod befolyásolni. A gyerekek kirepültek, már önálló életet élnek, nem tudod befolyásolni az életüket. Annak tudod befolyásolni, akivel együtt élsz. Oké? Tehát ha van még olyan gyereked, aki nem repült ki, vagy kiskorú, és nem repült ki, akkor nyilván az ő élete még rajtad múlik, a párod élete is rajtad múlik. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy ha családban gondolkodsz, mert ugye pozitív jövőkép az ott kezdődik, hogy önmagad számára pozitív jövőkép, kettő a családod számára pozitív jövőkép. De mondom, kizárólag azok számára, akikkel együtt élsz. Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Tehát pozitív jövőképet akkor hoz létre az ember, hogyha kellően
hisz abban, hogy ő meg tudja csinálni saját maga és a családja számára. Világos ez? Tehát még egyszer mondom, hogy a család, akivel együtt élsz, oké? Egy háztartásban. Tehát egy háztartásban. Az nem együttélés, hogy mondjuk van egy telek, és ott van két házrész, és az egyikben mondjuk lakik a gyereked, külön háztartás, másikban laktok te, vagy laktok ti, külön háztartás. Oké? Az már két család. Világos? Tehát akkor beszélünk családról, hogyha egy háztartásban közösen élnek. Világos ez? Csak azért, hogy tiszta és világos legyen, hogy a családodra ilyen formán van befolyásod. Csak azért, mert a nyelvünkben ez egy óriási félreértés, ahogy tapasztalom az embereknél. Azért félreértés, mert azt gondolják, hogy családjuk azok is, akik től kirepültek, vagy azok is, akik már kirepültek tőle. Ők még egyszer közvetlen hozzátartozók. Oké? Nem család. Mint a múltkor jön a sógornőm, és mondja, hogy, jöjjön össze a nagy család. Hát mondom, nekem is van családom, neked is van családod. Nincs már olyan, hogy nagy család. Mindenki külön él. Az én családom az én családom, a te családod, a te családod. Nem egy család. Oké? Tehát nekem az ő családjára nincs befolyásom. Világos ez? De őnek is nincs az enyémre. Tehát akkor az nem egy család. Az rokonság. Világos ez? De nem egy család. Tehát azt lehet mondani, hogy jöjjön össze a rokonság, de azt nem, hogy jöjjön össze a család. Mert nem élünk együtt. Oké? Tehát amikor az ember jövőképet tervez, akkor beletervezi a családjának is a jövőképet természetesen. Azokkal, akikkel együtt él. Logikus, nem? Akivel nem élsz együtt, hanem nincs hatásod. Világos ez? Gondolkodj. Ne hagyd, hogy az érzelmeid elvigyenek. Próbálj reálisan ránézni a dolgokra. Oké? Tehát ott tartottam, hogy beszélgetsz valakivel, és a beszélgetésből simán rájössz, hogy ő mennyire képes pozitívan gondolkodni. Abból rögtön rájössz, hogy van-e önbecsülése, önértékelése, önbizalma. Vagy milyen mértékben van. Olyan mértékben van önbizalma, amilyen mértékben pozitív van tud gondolkodni. Világos ez? Tehát gondold végig, egy pozitívan gondolkodó ember azért mondhatod rá, hogy van önbecsülése, önértékelése és önbizalma, mert a jövőt nem lehet negatív gondolatokkal és negatív cselekvésekkel felépíteni. Világos ez? Nem lehet. Na most, körülnézel tehát a saját ismeretségi, baráti, rokoni kapcsolataidban, és azt látod, hogy az emberek nagyon nagy része, amikor kommunikál, igen negatív. Tehát ebből azt is látod, hogy hát kidobta az önbizalmát, az önbecsülését, önértékelését az ablakon. És gondold végig, hogy megint egy kis tanítás, jó? Hogyha visszaemlékszel gyerekkorodra,
mikor volt határozottabb tehát jövőképet, tehát azt jelenti, hogy milyen jövőt szeretnél magadnak, mikor volt, most vagy gyerekkorodban? Tehát akkor mikor volt több önbizalmad, önértékelésed, önbecsülésed? Most vagy gyerekkorban? Így van. Tehát gondold végig, az emberek elvesztették az önbizalmukat, önértékeléseket, önbecsülésüket. Ez a normális? Nem kéne visszaszerezni? És hol tudod ezt visszaszerezni? Kérdem tőled. Nézzük meg, mi kell hozzá, hogy visszaszerezze az ember. Tehát ugye annyit érdemes tudni rólam, hogy 87-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni. 91-től van saját szervezésű csapatom, azóta szervezem az embereket. 93-tól kezdtem el tanítani embereket. Nem iskolába, mindig felnőtt képzésre. Oké? És mindig olyan tudást adtam át, tehát olyan dolgokat oktattam, amit én állítottam össze. Tehát nekem soha nem állított össze senki semmilyen anyagot, hogy ebből tartsam meg. Oké? Tehát én nem úgy tartok az embereknek előadást, képzést, mint mondjuk az egyetemi tanárok, akiknek előírják, hogy mit taníthatnak. És itt van ez az anyag, adjátok le. Tehát én soha nem tanítottam így. Tehát minden anyagot, amit én leadtam életembe, a saját magam állítottam össze. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy senki nem írta nekem elő, hogy mit tanítsak. Oké? És ezt nem is fogja senki előírni, hogy én mit tanítsak. Jó? Tehát most gondoljátok végig, 93 óta egy időben legalább egy este tartottam képzést, majd volt olyan időszak, amikor egész nap, és ugye most meg már vannak olyan időszakok, hogy kétszer tartok képzést embereknek hetente, és van egy nap minden hónapban, ahol egész nap. Na most akkor elkezdesz számolgatni 93 óta, akárhogy nézzük, az 30 év. Az 52 héttel, az több mint 1500 nap. Az azt jelenti, hogy körülbelül, hát úgy tokkal vonóval, azt úgy beszorozhatod olyan másfél órával legalább, és megszorozhatod még kettővel. Na körülbelül annyi óra képzést tartottam már életemben, amit saját magam állítottam össze. Oké? És van egy érdekes képzési tulajdonságom, hogy soha nem tartottam két ugyanolyan előadást. Soha. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy vannak valamilyen képességei? Gondoljátok végig. Tehát amikor nagyon okoskodik valaki, hogy én milyen hülye vagyok, ő meg milyen okos,
Akkor csak annyit tudok mondani, hogy csináld utána. Oké? Majd ha te többre voltál képes, akkor lehetsz okos. Oké? Szóval, de ezt most ne öndicséretnek vegyétek, hanem ez egy tény. Oké? Tehát ez egy tény. Több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget a vezetésemmel, és több tízezer emberrel dolgoztam, közvetve vagy közvetlenül együtt. És miért csináltam? Kezdetektől, mióta embereket szervezek, 91-től, soha nem a pénzért csináltam, hanem az emberekért. És akkor mondhatná most valaki, ah, most találtam egy fogást a Miklóson, miért nem adja ingyen a képzést? Tehát ha ma megnézed a felnőtt képzéseket, ott ahol olyan képzést nyújtanak, amiből egy egyén fejlődhet. Tehát most mindegy milyen területen, de fejlődhet. Oké? Sehol nem kapsz ennyiért képzést, amiből fejlődhet valaki, mint itt nálunk. Mindenütt jóval drágább egy órányi képzés. Tehát sokkal drágább. Tehát mindenütt, nem csak Magyarországon, az egész bolygón. Oké? Tehát az egész bolygón. Tehát ne olyan képzést keres, amiből nem fejlődik a kutya se. Jó? Hanem olyan képzést, amiből fejlődhetsz. Tehát akkor mi kell, nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg fejlődhessen. Tehát milyen képzés kell? Tehát olyan tudást kell adni, ami nem elég, hogy azt mondom, hogy itt vagy A-ban, és juss el B-ben. Tehát most ilyen vagy, az az A, és ez nem jó, ilyenné kell válnod, és legyél ilyen. Ezt rengetegen csinálják. De azt nem mondják el, hogy A-ból B-ben hogy jusson el. Tehát nincs módszer. Tehát maga az emberek fejlődése az olyan, mint egy összehasonlítom, mintha valaki vállalkozást indít. Tehát valaki vállalkozást indít, akkor ugye általában mi szokott szükséges lenni egy vállalkozáshoz? Szakértelem, nem? Hogy legyen szakértelme azon a területen, amiben vállalkozni akar. Oké? Nem is ezen buknak el az emberek. Tudjátok, mi buknak el? Mégis miért van az, hogy a vállalkozások gyakorlatilag több mint 80%-a az első 3 évben tönkre megy? Azért, és azon buknak el, mert elakadnak, és nem kapnak segítséget. Mert ha kapnának segítséget, a gatyájukat odafizetnék a segítséget. Érted? Tehát sok esetben egy órás segítség mondjuk úgy kezdődik, hogy 20 ezer forint. Érted? Tehát 20 ezer forint. És egy óra alatt mit lehet segíteni? Semmit. Gyakorlatilag semmit. Érted? Tehát azt mondja, hogy mondjuk kap 10 óra segítséget 200 ezer forintért. Érted? És akkor még nem beszéltem drága díjakról. Tehát a segítségnyújtás, a vállalkozói segítségnyújtás területén olyan árak is vannak, olyan óradíjak is vannak, hogy óránként 1 milla.
Csak hogy tisztában legyünk ezzel. Tehát 1 millió forint. Szóval azért buknak el a vállalkozások, nem azért, mert hiányzik a szakértelem, hanem azért, mert elakadnak, és nem tudnak tovább lépni, és tönkre mennek, és abba kell hagyniuk. Ugyanez az emberi fejlődés. Nem azon akad el az emberi fejlődés, hogy nincsenek képzések a világban. Most ez másodlagos, hogy mennyibe kerülnek. Nem ezen buknak el. Hanem azon, hogy utána, amikor elakadnak a saját fejlődésükben, nem tudnak kihez fordulni. Hát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk, ne azt nézzük, mert mikor olyan képzésen vesz részt az ember, ahol van egy előadó, és ott ül mondjuk 2000 ember. 2000. Hanem nézzük azt, mikor valaki mondjuk olyan képzést csinál, hogy mondjuk ott ül 15 ember. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy sokkal kisebb a létszám. Miért mondom a létszámot? 2000 embernek az az egy ember hogy fog segíteni? Esély sincs rá. Tehát reálisabbnak tűnhet, hogyha abból a 15-ből valaki elakad, akkor majd segít neki az, aki megcsinálta azt a tanfolyamot. Na, de mennyiért fog neki segíteni? Ingyen? Gondolat? És mi van, ha neki éppen egy tanfolyamot kell tartani akkor, mikor az segítségre szorul? Akkor ki fog neki segíteni? Jó kérdés, nem? Tehát én kialakítottam egy rendszert, egy olyan rendszert, ahol azok a személyek, akik egy ideje már itt vannak, és szerveztek tanulókat, nem keveset, közvetlenül és közvetve. Tehát a közvetve azt jelenti, hogy segített abban, hogy más is tudjon szervezni a csoportjába. És ezáltal sok emberrel kellett kommunikálnia, és sok embernek, hát sok olyan története lehetett, ahol elakadt az illető és segítségre szorult. És az azt jelenti, hogy kialakítottam egy olyan rendszert, ahol nem csak én tudok segíteni azoknak, akik elakadnak az életükben, a fejlődésükben, és mindegy milyen fejlődésről van szó, az ő fejlődéséről legyen szó, elakadnak az életükben, akkor tudnak segíteni rajtam kívül mások is. Mi úgy hívjuk őket, hogy vezetők, mint például itt a házi asszonyunk volt. Oké? És a vezetők azok tudnak tanácsot adni. Mennyi pénzért? Képzeljétek el, díjmentesen. Oké? Tehát ha valaki azt mondja, hogy miért nem tartjuk ingyen a képzéseket, akkor a tanácsadás, amikor itt valaki tanuló, az ingyenes. Oké? De ha valaki nem tanul rendszeresen, akkor úgyis elfelejti azt, amit tanult. Nem hiszed? Miért te nem jártál semmilyen iskolába, hogy nem hiszed? És ott mindenre emlékeztél? Tehát mikor mondjuk
vizsgázni kellett, mondjuk érettségit le kellett tenni. Nem kellett semmit se készülned az érettségére? Ha más nem, puskával, ha nem akartál tanulni. Nem kellett? Hát akkor neked mindent tudni kellett volna így, séróból. Mert te semmit nem felejtesz el, olyan zseni vagy. Csak én még ilyen emberrel nem találkoztam, amit semmit nem felejt el. Oké? Lehet, hogy van ilyen zseni a bolygón, hogy soha nem felejt el semmit, de én még olyan emberrel nem találkoztam. Szóval az ember feledékeny, elfelejt dolgokat egy idő után, ha nem használ valamit, elfelejti, nem? Ha nem csinálja rendszeresen, nem gyakorolja rendszeresen, elfelejti. Megtanul az ember mondjuk egy szakmát, utána nem végzi a szakmát, simán elfelejti. Bármi legyen az. Az ember egy ilyen lény. Ezért ugye itt biztosítva van a rendszeresség, hogy folyamatosan tudjon valaki tanulni, és esetleg egy régi anyagában tanultakat elfelejten, akkor vissza tudja keresni, vagy rá tud kérdezni a vezetőjétől, hogy ó, hát már nem emlékszem és nem találom ezzel kapcsolatos információkat, segítenél nekem? Oké? Szóval itt van egy teljesen egyedülálló képzési rendszerünk, ami a legeslegkedvezőbb áru az egész bolygón, ahogy mennyi a házi asszonyunk elmondja. Oké? És ahol a vezetők segítenek, de ez még kevés. Mert van egy másik nagy akadálya az emberi fejlődésnek. A saját kapcsolatai, a saját emberi kapcsolatai. Hát milyen emberi kapcsolatai vannak valakinek? Saját családja, nem? Akkor közvetlen hozzátartozói, rokonai, barátai, ismerősök, nem? Akikkel időnként kommunikál. És hát ugye vannak olyan emberek ezek közül, akik réges-régen ismernek téged, nem? Akár gyerekkorodtól ismernek. Nekem rengeteg olyan ismerősöm van, aki gyerekkoromtól ismer. És gondold végig, egy ember megismert egy másik embert, és mondjuk megszerette. Hát azért szerette meg, mert úgy szerette, hogy megismerte, nem? És ha közben az az ismerős, akit megszeretett, elkezd megváltozni. Mert fejlődik. A fejlődés az egy változást is létrehoz. És neki már lehet, hogy nem lesz szimpatikus az a változás. Mert például olyan jókat csörözött avval a, mondjuk veled, az az illető, és te meg már abba hagyod a sörözést. És ezáltal, mert nem tud veled sörözni, már nem vagy számára olyan szimpatikus. Vagy metántán, mit tudom én, együtt tudod veled dohányozni, és te meg már nem dohányzol, mert változtattál az életeden, akkor lehet, hogy már nem leszel neki olyan szimpatikus, mert nem tud veled együtt bagozni. Sőt, azt mondja majd ugye neked, hogy vagy te azt mondod az ő bagozására, hogy fú, de büdös. Érted? Mert létrehoztál egy változást. De jó, ez nem csak ilyen változással élhet meg az ember, hanem gondold végig. Te most újként valamilyen témáról beszélgetsz az ismerőseiddel. Ezzel, ilyen témáról, azzal, olyan témáról. És amikor az ember fejlődik, akkor elkezd gondolkodni. Képzeld el? Elkezd gondolkodni. Borzalmas. És
És azt mondja, hogy a Józsival milyen témáról szoktam én beszélni? Hát ez a téma engem már nem is érdekel. A Józsit viszont az a téma nem érdekli, amit én, engem érdekel. Mivel fogok beszélgetni a Józsival? Ha találkozok vele. És akkor elmész a Józsihoz, találkoztok, vagy ő jön hozzá, és akkor elkezdi mondani azokat a témákat, amivel régen tudtatok tök jól egyetérteni, és most meg te csak nézel, ülsz ott, érted? És nem is akarsz arról a témáról beszélni. És akkor szépen a Józsi majd ritkítja a találkozást veled. Mert hát nem tud veled beszélgetni az ő témáiról. Na milyen témákról? Mit látott a tévében? Mit hallott a rádióban? Mit olvasott a Facebookon? Vagy mit látott a Facebookon? Vagy a YouTube-on, vagy stb. Stb. Érted erről? És te meg ezekkel a gondolatokkal már lehet, hogy nem annyira foglalkozol. Vagy jól elbeszélgettetek például a problémákról, a gondokról. Érted? Jó, kipanaszkodtátok egymásnak magatokat. És te már mivel gondolkodsz, nem akarsz panaszkodni, mivel neked már vannak életcéljaid, életfeladataid. Ha nem akarsz problémákról beszélni, a megoldásokról akarnád. De Józsival nem lehet megoldásokról beszélni. Ez, hogy ez a kérdés meg legyen oldva, van egy közösségünk. Azok, akik tanulnak, annak jó része, egy, hát sajnos nem a többsége, hanem a kisebbik része, de mégiscsak jó része, találkoznak egymással rendszeresen. Van, akik hetente kétszer. Van, akik csak havonta egyszer. Ugye a nagy közös rendezvényünkön. De van egy közösség, ahol hasonló gondolkodású emberekkel lehet beszélgetni. Érted? Sőt, ha esetleg valaki úgy gondolkodik, hogy azt mondja, hogy hát nem nagyon találtam meg a páromat, mert nem találtam hasonló gondolkodású egyént, mert hát engem nem érdekel mindenféle hülye téma. És az illetők itt is megtalálják a párjukat. Ha aki keres, az talál. Tehát akik itt vannak, azok ráleltek egy saját küldetésre. Egy saját személyes küldetésre. A saját személyes küldetés, ez még ráadásul nagyon hasonlatos is mindenkinek egymásra. Tehát ugye az egyik saját személyes küldetése az itt tanulóknak, az, hogy tudatosodjanak, fejlődjenek. Fokozatosan, és ameddig csak élnek ebben a testben. És akkor nézzük tovább. Ez az egyik. A másik, hogy minél több embernek segítsünk, tehát mindenki saját maga természetesen, abban, hogy ők is tudatosodjanak, fejlődjenek. De milyen céllal? Mert az elbotulásnak egy rosszabb élet lett a következménye. Tehát megnézed, ez már bolygószinten jelentkezik. Tehát bolygószinten.
Tehát ott, ahol országok még fejlődnek, tehát nő az életszínvonal, GDP emelkedik, ott is sokkal kisebb mértékben, mint előtte, mint az előtt évekkel. Viszont itt Európában általános az életszínvonal romlás, beleértve Észak-Amerikát is természetesen. És ha megnézed, ha beszélsz emberekkel, szó szerint az elbutulás jeleit látod az embereken. Tehát az azt jelenti, hogy az elbutulás, az általános elbutulás következménye az, hogy nehezebb az élet. Oké? Okay? Akkor fordítsd meg ezt a dolgot. Az általános fejlődés, személyiségfejlődés, tudatosságfejlődés következménye pedig a boldogabb élet. Teljesen logikus. És akkor arról nem beszélve, hogy én kaptam egy látomást 13 év környékével ezelőtt, hát 13 évvel ezelőtt körülbelül, hogy nézzük miről, jó? Hoppá. Hogy ezen a bolygón egy szeretett korszaknak, egy aranykornak kell lennie. És akkor szépen elmagyarázták nekem, hogy 2012. december 22-vel gyakorlatilag ennek az emberiségnek a mandátuma lejárt. Ezért mondták azt, hogy világvége. Tehát ez egy tervezett időpont volt azok részéről, akik ezt az emberiséget menedzselték itt az elmúlt évezredekben. Oké? Okay? Nem emberekről van szó, hanem isteni lényekről. Oké? Okay? Tehát hozzánk képest isteni lényekről. És ugye úgy volt a terv, hogy 2012. december 22-től ez az emberiség abban a formában, hogy működik, már nem működhet, és attól aranykornak kell lennie, tehát egy szeretett korszaknak kell lennie ezen a bolygón. Ezért világvége és új világ. Oké? Okay? És ugye az volt a tervezetben, hogy ennek meg kell történnie. Ezt csináltak egy másik kísérletet is, egy párhuzamos univerzumban, ahol szintén van egy ilyesmi bolygó, mint a miénk, létrehozva. És ott is van emberiség, és ott megcsinálták addigra. Oké? Okay? Tehát megcsinálták. Tehát ott aranykor van, tehát ott szeretett korszak van. Tehát ez egy kísérlet volt hosszú időn keresztül, ez egy másfél millió éves kísérlet volt. Azóta volt több emberiség ezen a bolygón, konkrétan 6, ezzel együtt 7, a miénkkel együtt. És hát ez az emberiség még nem hozta létre az aranykort. És ugye az volt a kísérletben, hogyha nem lesz aranykor, akkor ezt az emberiséget át kell költöztetni innen a Föld bolygóról egy külső
mondhatjuk azt, hogy a világ végén lévő bolygóra, tehát az univerzum szélén lévő bolygóra, és ott élhet tovább ez az emberiség. És akkor hogy lehet 8 milliárd embert átkötöztetni? Lelkekről van szó, nem testekről. Oké? Tehát 8 milliárd lelket azt át lehet költöztetni. 8 milliárd testet azt nem. Oké? Tehát ami annyit jelent, hogy a lélek akkor tud átköltözni, ha már nincs a testben. Oké? Adtak egy új határidőt, 2035-öt. Addigra ezen a bolygón aranykornak kell lennie. Akik nem akarnak tanulni, fejlődni, azok mehetnek át arra a bolygóra, át lesznek költöztetve. Csak egy bökkenő van ebből az átköltözéssel. Tudod micsoda? Az a bökkenő, hogy az ember az szaporodik, és akkor kerülhet be egy lélek egy testbe, hogyha szaporodik. Tehát megfogan egy új magzat, érted? És abból lesz egy gyerek. És ez azt jelenti, hogy ez eléggé hosszadalmas folyamat. Ugye nem képzeli senki azt, hogy fogják és majd létrehoznak, itt tudom én, 8 milliárd testet, amiben beleköltözhet ez a 8 milliárd lélek. Ugye most sem így csinálják, abba költözik bele lélek, aki megfogan és megszületik. Oké? Tehát nem elég, hogy megfogan, hanem meg is születik. És ezáltal ugye elég hosszadalmas, mire 8 milliárd ember újra reinkarnálódhat, ugye azon a bolygón. És ehhez tudnunk kell, hogy két élet között van egy létközi állapot. A létközi állapot most átlagosan 4 év. A múlt század végén, vége felé, 90-es években még, 13 év volt. Azelőtt pedig olyanok is voltak, hogy akár több ezer év várakozás létközi állapotban, annyiból buli a dolog, hogy ott nincs idő, a létközi állapotban nincs idő. Miért? Azért nincs idő, mert ott van csak idő, ahol az életnek vége, tehát véges az élet. Tehát ahol végtelen az élet, ott nincs idő. Tehát gondold végig, egy végtelen életnél tök mindegy, hogy most nem csináltad meg, ma megcsinálod később. Ha akkor se csináltad meg, majd azután. Majd akkor se csináltad meg, majd azután. Vagy akkor is, mondjuk ne azt nézzük, hogy nem csináltad meg. Mondjuk elrontottad, semmi gond, majd kijavítom a következő alkalommal. De akkor is elrontottad, semmi gond, majd kijavítom a következő alkalommal. Hát ha az élet végtelen, akkor ez így működik. De az ember számára maga a test, az nem végtelen időtartamú, élettartamú, hanem záros, ezért van idő. És ezért, hogyha valamit elrontasz, akkor addig kell csinálnod, míg élsz. Mert ha addig nem javítottad ki, akkor a következő életedben majd felnőttként azzal kezdesz.
Oké? Szóval lényeg az, hogy ugye azt is mondták nekem, hogy mivel előtte már sok embert szerveztem, mivel előtte már bebizonyítottam, hogy nem vagyok megvásárolható, és eléggé céltudatos vagyok, ezért azt mondták, hogy meg kell csinálnunk, hogy legyen egy szeretett korszak a bolygón. Legyen egy aranykor. Oké? És azt is mondták, hogy aki jön, jön, az bújt. Aki bújt, aki nem. Érted? Tudod, mikor bujocskáztunk. Tehát aki tanul, az jön. Aki nem tanul, az megy oda ki. Oké? De hogy mikorra fogsz újra inkarnálódni, az baromi jó kérdés. Tehát most, hogy tisztában legyél, hol vagy, hol voltál addig, míg a két létközi állapotban voltál? Tehát ha megnézed, mit tudom én, a korodat, ha 2000 előtt születtél, akkor még úgy átlag 13 évet várakoztál. Tehát földi 13 évet. Ugye ha fiatal vagy, akkor ilyen 21. századi, akkor ugye már kevesebbet kellett várakoznod. Hol? Jelenleg a Földön, vagyis a naprendszerünkben két ilyen bolygó van kijelölve, ahol a lelkek várakoznak. Az egyik a Mars, másik a Vénusz. Oké? És ugye a két Földhöz eső legközelebbi bolygó. Tehát logikus egyébként. És ott várakoznak a lelkek. Tömeges felkészítés folyik a várakozásra. Mivel? Nagyon egyszerű. Tudjátok, van ez a, főleg a fiataloknál készítik föl, mert általában úgy működik, hogy mikor idősödik az ember, egyszer csak rájön arra, sokan rájönnek arra, hogy valamit nem fejezett be az életbe. Tehát ez nem kell nagyon idősnek lenni, hogy az ember ilyen gondolatot fogalmazzon meg magában. Ez általában 35 éves korig nem szokott előjönni ez a gondolat, hanem 35 éves korig az ember nem is gondol olyanra, hogy mit nem fejezett be. És ugye ezáltal a fiataloknál sajnos nem nagyon jön elő ez a gondolat, hogy hát neki itt mi dolga van itt ezen a bolygón. És ezért ugye főleg a fiatalokat készítik most erre a dologra. A létközi állapotra. Mert bennük nem nagyon fogalmazódik meg olyan, hogy hát azon kívül, hogy élsz, szükségleteidet teljesíted, és családod és egzisztenciád legyen, azon kívül ennél sokkal fontosabb dolgod is van. Illetve ezeknél sokkal fontosabb dolgod is van. És az pedig kettő fontosabb dolgod van. A saját személyes fejlődésed, folyamatos saját személyes fejlődésed, és minél több ember fejlődésének az elősegítése. Ez a két dolgod van. Tehát, hogy maradhassanak ezen a bolygón, és fejlődhessenek tovább. Tehát az aranykor, a szeretett korszak azt jelenti, hogy a szeretett korszakban tudunk olyan fajta tanulást véghez vinni, fejlődést véghez vinni, hogy visszajussunk arra a bolygóra, ahonnan jöttünk, abból a naprendszerből, ahonnan jöttünk. Oké?
mint lélek, nem mint test, mint lélek. Tehát visszatérhess az angyali vagy az isteni mi voltodhoz. A legtöbb ember angyali mi voltból jött, és mind a kettő egyébként isteni ugye működés, de ugye az emberi nyelv megkülönbözteti mégis ezt a kettőt. Tehát a legtöbb ember, aki itt van a bolygón, az angyali és nem isteni működésből jött, tehát a nyelvünkből szedett szavakkal, de azért szép számmal vannak olyanok, akik isteni mi voltukat adták föl azért, hogy lejöjjenek és segítsenek az embereken. Tehát, de az angyalokra is ugyanez az igaz. Tehát visszatérhessünk oda, ahonnan jöttünk. És ne rekedjünk itt. Nem kéne itt rekedni. Tehát az aranykor hivatott arra, hogy elnyomásmentes társadalmi formában az ember ténylegesen tudjon dinamikusan fejlődni. Ezt most úgy tudja az ember megtenni, hogy dinamikusan fejlődjön, hogy leépíti azokat a kommunikációs vonalakat, ami gátolja az ő személyes fejlődését. Nem tudom, világos voltam-e. És olyan emberek közé jön, akik fejlődnek. Közösségünk. Oké? Tehát nem azt mondom, hogy válj el, vagy költözz el, nem ezt mondom. Hanem ha ügyes vagy és megtanulod a módszereket, akkor eléred, hogy a párod is fejlődjön. Meg a környezetedben lévő emberek is fejlődjenek, ha elég türelmes vagy. Csak ugye szűkül az idő, a hátra lévő idő. Tehát már 35-ig 12 év van összvisz, nem túl sok. Ugye én 87-ben kezdtem a saját fejlődésemet, hát az még nagyon messze volt a 35-től. Szóval, ha azt gondolod, hogy neked van ezeken kívül, hogy túlélj, vagy minél több pénzt költs, vagy hogy azt érezd, hogy biztonságban vagy, több a feladatod, akkor itt jó helyen vagy köztünk. Ha azt gondolod, hogy neked ennyi az életed, akkor várd meg nyugodtan, hogy sokkal rosszabb lesz az életed, jó? Nyugodtan várd meg. Mert meg fogod tapasztalni. Jó? De majd emlékezz szavaimra. De ha azt látod, hogy szeretnél fejlődni, és szeretnél tényleg magadon és másokon segíteni, akkor itt a helyed, várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmedet, visszaadom a szót a háziasszonyoknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Hát nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a megint nagyon sok rétű előadást, nagyon sok témakört érintett, főleg a jövőnkkel kapcsolatban. És szeretném megköszönni azt is, hogy ma én lehetek itt a házigazda. Én is azért kezdtem el itt a Nyílt Akadémián tanulni, mert éreztem, hogy nem csak annyi a dolgunk, mint ahogy Szedlacsik Miklós is mondja, hogy cserélgetjük a pizsomát és a munkaruhát, küzdünk a túlélésért, esetleg a biztonságért, mert egy ember, egy lélek ennél sokkal többre hivatott. Világéletemben mindig kilógtam mindenféle sorból, mert kerestem, hogy nem lehet, hogy ennyire semmit érő legyen egy ember, egy emberiség élete. És elkezdtem én is keresgetni spirituális dolgokat, mindig nagyon érdekeltek az emberiség megoldatlan rejtélyei,
És gondolkoztam, hogyha nem lenne olyan szavunk, nem tudnának olyan festményt, képet, szobrot, zenét, bármit csinálni, amit még a lélek, az ember nem látott. Akkor kell, hogy legyen egy lelkünk, és annak kell, hogy valami feladata legyen. Nem csak ennyi, hogy dolgozunk, fizetjük a számlákat, és kész vége. És megtaláltam nagyon sok olyan tudást, ahol megtanultam bizonyos dolgokat, de nem tanították sehol, hogy konkrétan honnan jöttünk, hová megyünk, de főleg azt nem, hogy mi a feladatunk. Sehol nem találtam ilyen dolgot. Én most már 7 éve hallgattam Szedlacsik Miklós előadásait, 20 éves előképzettség után. Soha sehol ilyen sokrétű tudást én nem találtam. Márpedig, ha egy életterületünket nem tudjuk jól működtetni, a másik 9 sem fog működni. Minden mindennel összefügg, mondom én ezt természetgyógyászként, mert az emberi test pontosan így működik. Nem lehet az embert részleteiben kezelni, mint akár az orvosok teszik. Mindent, teljes, komplett kell az embert kezelni, ahhoz, hogy bármilyen hatást elérjünk. És én megtapasztaltam már itt a természetgyógyászatságom alatt, az emberek hiányossága nem feltétlen tudatlanság, szerintem felelősséghárítás is rengeteg van benne. Meg sem mondjam, hogy mi az, amit kellene tennie. Ne is tudjon róla, neki ne kelljen tenni semmit, de én varázsoljak. Tehát történjen valami, anélkül, hogy neki bármit is tenni kell, és én most is ezzel szembesülök, itt a szervezés alatt, amit én nem szervezésnek tekintek még mindig, hogy az emberek várják a csodát, várják azt, valaki valamit mondjon, valami történjen már végre, de azt nem mondja, hogy na, akkor mit kell tennem. Pedig a lelkünk aláírta azt a bizonyos szerződést, Szedlacsik Miklós annyi sokat beszélt már ezekről az előző előadásaiban. Ez olyan, mint mikor leszületik a lélek, mintha a munkahelyel kötnél egy szerződést, és nem mész be, és várod a fizetést. De a szellemi törvények még ennél igazságosabbak, a szellemi törvények tökéletesek, és megint sehol nem tanítják sem a szellemi törvényeket, sem az égi üzeneteket, egyedül Szedlacsik Miklós képes a képességei miatt. És én erről meggyőződtem itt a sok év alatt. És minél többet tanulok, annál inkább azt érzem, hogy hű, de még mennyi mindent nem tudok. És én azt szeretném ajánlani mindenkinek, aki már találkozott a PPH-val, vagy elkezdte, vagy akár abba hagyta, kezdje el, kezdje újra, mert fejlődés nélkül senkinek semmilyen esélye nincs, egyáltalán a túlélésre sem. Ez a proféciákban nagyon szépen le van írva. Valóban a lelkünk azt a küldetést vállalta önként, hogy lejövünk, fejlődünk, segítünk fejlődni másoknak, összefogunk, mert összefogás nélkül sem lesz semmi. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, ahogy Szedlacsik Miklós megcsinálta ezt a rendszert, hogy ő segít sok embernek, akik már azóta vezetővé kinőtték magukat, a vezetők segítenek az alattuk lévő 10-20-30 embernek, ők segítenek az ő tanítványaiknak, mert sehogy másképp nem lehet. Tehát egy ember nem fog tudni 8 milliárd embert megtanítani, és segíteni neki. És valóban ott van a csapatműködés, tanulunk és tanítunk egyszerre. A fejlődés sem lehetséges másképpen. És mindezt egy olyan minimális összegért, amit nem hogy egy óra hossza szaktanácsadásért, egy óra hossza motivációért is elkérnek, sőt többet, egy gyerekkor repetálását sem vállalják, óránként 440 forintért sehol, ma a Földön valóban. Tehát annyira minimális díj van itt a tudásért, amit szoktam hallani emberektől, hogy de hát akkor évi 120 ezer forint, vagy 140 ezer forint, tehát azt a családjától veszi el, nem, a családja jövőjébe fekteti be. És 10-20 ezer forint, én azt hiszem, a mai pocsékolós fehér világban olyan semmiségekért odaadjuk, megtetszett, megvettem, nem használom. Tehát az ember, ha akarjuk, arra tudunk félretenni, amire akarjuk.
És ha erre valaki sajnálja a saját tudására, a túlélésére, a fejlődésére a pénzt, hát az valóban egy vesztes ember, és a kőkorszakban van a helye. Én az életem legjobb döntésének tartom, hogy én elkezdtem, pedig már én is azt hittem, hogy annyi mindent tudok. Igen, bizonyos résztudásokat, azokból nagyon-nagyon sokat. De azzal semmire nem megy az ember, mert nagyon sokan mondják, elmennek párkapcsolati coachképzésre, vagy segítséget kér, csak nem is tanulja meg. Segítenek neki, és utána elakad. Itt tényleg megvan az a folyamatos segítség, személyesen Szedlacsik Miklóstól és a vezetőktől, és teljesen ingyen. Most ennél olcsóbban senki nem kap szaktanácsadást. És én mindenkinek azt mondom, hogy ha meghozza ezt a döntést, és tegye a dolgát, mert a Teremtő is csak annak tud segíteni, aki nem csak az útján van, hanem teszi, amit vállalt a lelke. És ezt meg kell találni, erre meg kell érni, és tenni kell, és tudás nélkül semmi nem lehetséges, semmilyen szakmában, fizikai síkon sem. Én mindenkit csak biztatok, nem véletlen találkozott senki a PPH-val, akár az előadásokkal. Ilyen összetett ember és életjobbítók képzés nincs, én az életemben ennél jobbat nem tudok. Javaslom neked, hogy keress egy szimpatikus PPH-st Facebookon, jó sokan fönn vagyunk, és kezd el a képzésedet, hogy legyen elég idő a felkészülésre, mert nem egy motivációs előadás elegendő rá. Tehát sok év, mire önmagunkat fölfejlesszük olyan szintre, ami alkalmassá tesz, hogy egy magasabb szintű, magasabb létformába egyáltalán megcsinálhassuk és bekerülhessünk. Most pedig 30 perc szünet következik, a szünet után coachképzésünk, gyereknevelés coachképzésünk, és ez nem a gyerekünkről szól, nem csak arról, hanem a mi gyerekkorunk elakadásairól. Ha szeretnél ezzel részt venni, és úgy látod, hogy érdekel az ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részt vettél, megtiszteltél minket. Ha nem kéred, akkor szeretettel elköszönünk. Most pedig 30 perc szünet.